tagjai. Egymás után érkeztek a minták a horgosi nagy honi borversenyre. Szlovákiából, Romániából, Magyarországról és Szerbiából is érkeztek résztvevők, a minták leadása után pedig következett a borok szakmai besorolása. Ez az én feladatom, tehát nyilván fehérbor, rozébor, vörösbor, ezen belül is évjárat, fajta alapján végzünk egy szakmai besorolást. 5 zsűri fog dolgozni, és viszont sorrendbe állítva a borokat, utána egymás után kapják a tételeket a bizottságok. A zsűritagok csapatokba rendeződtek, majd meg is kezdődhetett a kóstolás. Százas rendszerben értékelték a borokat. Itt is először is a bornak a megjelenését kell megnézni, annak a csillogását, villogását, tükrösségét, tisztaságát és színét. A színnél mindenképp utána figyelembe kell venni azt, hogy milyen ennek a bornak a összbenyomása, mert a színnek harmóniába kell lennie a bor többi alkotó részével. Egy külön nyári rendezvény keretein belül bárki meg is kóstolhatja majd a díjazott borokat. Mi az idén június 3-át választottuk, ami máskülönben június 4-ének az előestéje, elődélutánja lesz, a hovatartozás napja, vagy másképp a nagy kocintás világnapja. Június 4-én van, tehát ez június 3-án lesz megtartva, Horgoson a kultúrház mellett lévő szabad területen. Ekkor lesz a Szent Orbán borlovagrendnek is a hivatalos rendezvénye, ekkor lesz nekünk lovagavatásunk is. Emellett halászlikfőző verseny és kirakodó vásár is várja majd a látogatókat június 3-án Horgoson.